Köszöntöm kedves nézőinket, Őseink hagyatéka című műsorunkat láthatják. Műsorunk vendége ismét Paksi Zoltán, asztrozófus barátom. Köszöntelek nagy szeretettel, és már ki is találhatják, hogy akkor a mai műsorban folytatjuk ígéretünkhez híven a csillagok üzeneteinek átadását a kedves nézők részére. Sok szeretettel köszöntelek téged, és köszöntöm a kedves nézőket is, és ugye január hónap... Igen, a januári üzeneteket előző... megkaptuk, és most a nagy kérdés, hogy februárban mire figyeljünk, illetve azt követőleg. Ugye most is két aspektusból vizsgáljuk a dolgokat, ugye egyfelől hétköznapi szinten, ugye hogyha a Földről nézzük a naprendszerben a bolygóknak a helyzetét, akkor mely csillagokat, csillagképeket érinti, azonban ezzel együtt nézzük azt is, hogyha a napról vizsgáljuk a naprendszer bolygóinak a helyzetét, akkor már egy magasabb szempont, hogy úgy mondjam, egy isteni nézőpontból látjuk az égitestek helyzetét, ugye, és az üzeneteket, és a kettő együtt az egész. Tehát Földről nézve, napról nézve a kettő együtt ad egy teljes rálátást. Természetesen külön-külön mind a kettő is nagyon-nagyon jó, de hát miért ne legyen teljes a rálátásunk, ha már egyszer lehetőség van rá. Kezdjük először, hogy úgy mondjam, a geocentrikus üzenetekkel. Február 5-e, 6-a és 7-e az, ami első körben hangsúlyossá válik, ezek a napok, ez a három nap. Ekkor a Bak csillagzatában, a Bak csillagkép múltba tekintő fejénél találkozik a Vénusz és a Szaturnusszal. Nos, a Vénusz és a Szaturnusz találkozásakor hétköznapi szinten mindenképpen a kapcsolatainkra érdemes odafigyelni. Tehát mindenképpen a kapcsolatainkra érdemes koncentrálni, a kapcsolatainknak érdemes, hogy úgy mondjam, jelen lenni, főleg a párkapcsolatra. Aha, ezt akartam kérdezni, főleg a párkapcsolatra. Igen, aha. Igen, elsődlegesen a párkapcsolatra, de a többi kapcsolatra is, de elsődlegesen a párkapcsolata hangsúlyos. Amennyiben valakinek nincsen párkapcsolata, tehát éppen párkapcsolat nélkül él, nem mondom azt, hogy magányosan, mert az egy nem jó szó, hogy magányos. Akkor viszont a belső kapcsolatra érdemes odafigyelni. Na most mi ez, hogy belső kapcsolat? Nos, a belső kapcsolat az, ugye van az énünk, van az egónk, és van az énünknek a halhatatlan oldala. Mondjuk így az isteni oldala. Tehát mint az ikrek csillagkép, ott beszéltünk annak idején erről többet is, hogy az ikrek csillagkép szimbolizálja ugye Kasztorként és Polluxként az énünknek a teljességét. Ugye van a halandó énünk és a halhatatlan énünk. A halandó énünk Kasztor, a halhatatlan énünk pedig Pollux. És az ő kettejük kapcsolatáról szól szimbolikusan ugye Kasztor és Polluxnak a mitikus története, aminek ugye az a vége, hogy a halhatatlan én, vagyis Pollux támasztja föl a halálból Kasztor, tehát csodálatos maga a történet. Na most a belső kapcsolat az pontosan ez, tudod, nagyon sok esetben, hogy amikor az ember párkapcsolat nélkül van, idézőjelbetéve magányos, akkor az azért van, hogy az igazi kapcsolatának tudjon jelen lenni. Vagyis a mulandó énem induljon el a halhatatlan énem felé. Hogyan? Ima segítségével például, belső figyelem, légző gyakorlatok, meditáció, stb. Tehát, hogyha valakiben megvan az elhatározás, hogy fölvenni a kapcsolatot a halhatatlan énnel, akkor ez mindig megkapja azokat az eszközöket, azokat a módszereket, amelyekkel ezt meg tudja valósítani. Tehát 5-e, 6-a, 7-e jelenlét a kapcsolatainknak. Hadd mondjam úgy, hogy mind a külső kapcsolatnak, mind pedig a belső kapcsolatnak, vagyis eljön az ideje annak, hogy lépésről lépésre, mert a Szaturnusz az a lépésről lépésre bolygója is, tehát hogy lépésről lépésre közelíteni a halhatatlan énünk felé. Ennek jön el az ideje, 5-én, 6-án, és 7-én elsődlegesen, egészen különleges ez a lehetőség. Aztán 8-án és 9-én újból kapcsolat, mert akkor már a nap a Merkurral találkozik, a vízöntő 20. fokánál. A nap-Merkur találkozó pedig, hogy mondjam, tehát akkor már jobban tudunk rálátni, jobban tudjuk érteni a halhatatlan énünket, tehát jobban tudjuk érzékelni, tudatosítani őt. Ez egészen különleges szellemi
élmény egyébként. Másrésztről pedig a Nap és a Merkur találkozója a vízöntő 20. fokánál, háttérben egyébként a vízöntő csillagkép is ott van, az egyben lehetőséget ad a kommunikációs feladatainknak az elvégzésére, illetőleg 8-a és 9-e az önmagunkra való rálátásnak, valamint a rálátó értelemnek kedvez. Tehát a rálátó értelmet tudjuk igazán jól működtetni 8-án és 9-én. Aztán 11-e, 10-e, 11-e és 12-én ezek azok a napok, hogy a Vénusz az megy tovább, ugye először a Szaturnusszal találkozott, és most a Jupiterrel fog találkozni. Tehát 10, 11, 12. A Vénusz-Jupiter találkozó, hát fantasztikus üzenetek vannak ebbe. Egyfelől a Vénusz-Jupiter találkozó egy zseniális lehetőség arra, hogy tanuljunk a halhatatlan énünktől, akivel már ugye fölvettük a kapcsolatot, tehát valami hihetetlen folyamat vár ránk februárban. A hétköznapok szintjén pedig a Vénusz-Jupiter kapcsolat egy lehetőség arra, hogy a kapcsolatainkból tanulni. Tehát, hogy például mondjuk az első szerelem mire tanított meg minket, milyen minőségeket hozott be az első szerelmünk az életünkbe, milyen képességeket hívott elő, milyen muzsikákat hozott el, amelyeket ő szeretett, én meg nem is tudtam róla, hogy van mondjuk olyan muzsika. Oké? Tehát, hogy a különböző kapcsolataink milyen tanításokat hoztak nekünk. Ugye, és ennek a tudatosítását segíti, ugye 10-e, 11-e, 12-e. Másrésztről pedig a Vénusz-Jupiter találkozó itt a vízöntőben egy lehetőséget ad arra, hogyha a kapcsolatainkban van még olyan dolog, elsősorban párkapcsolat, ami nincs tisztázva, nincs megtisztítva, akkor most érdemes. Tehát most érdemes bevallani a szomszédasszonyt, most érdemes bevallani a szomszédembert, már bocsánat a poénokért, de hogyha bármiféle, hogy úgy mondjam, bevallani, tisztázni való van, akkor az 10, 11, 12. Meg most érdemes oda leültetni az embert, vagy az asszonyt, hogy na akkor most vallják, mit csinálta. De komolyra fordítva a szó, tehát bármi is van az emberi kapcsolatainkban, akkor annak a tisztázásának, tisztításának is kedvez 10-e, 11-e és 12-e. És gyakorlatilag... De ez nem azt jelenti, hogy máskor nem lehet. Máskor is lehet. Egész évben legyünk őszinték, de ez különösen alkalmasan, hogy esetleg a régi elfelejtett információkat átadjuk. Így, abszolút, így van. Már csak azért is, mert egyébként a vízöntő csillagkép múltba kiömlő vízénél van, tehát abszolút a múltbéli dolgoknak a megbeszélése, hogy ki hogy gondolta akkor és ott, és így tovább. És aztán 12-e és 15-e között a Vénuszhoz és a Jupiterhez kapcsolódik a Merkur, tehát mindezen dolgoknak a megtárgyalása, megbeszélése, de már oda-vissza, ennek pedig 12-e és 15-e között jön el az ideje. Másrésztről pedig egy Vénusz-Jupiter-Merkur, tehát ez nagyon-nagyon jó például arra, hogy elmélyüljünk valamilyen művészi alkotásba, elmerüljünk valamilyen festménybe. Én ilyenkor leginkább első körben Leonardónak az utolsó vacsoráját szoktam javasolni, de Csontvári képei, Munkácsi képei, stb. Kinek milyen az ízlése, kiválóan alkalmas erre, vagy Beethoven bármelyik szimfóniáját érdemes kiválasztani ennél a helyzetnél, tehát 12-e és 15-e között, ugyanis a művészetekben rejlő tanítások, mágikus tudás átadása, minden zseniális műalkotás valamilyen kozmikus tanítást hordoz, és ennek a megértését segíti 12-e és 15-e között a Vénusz-Jupiter és a Merkur kapcsolódása. És aztán 19-én a Hold a Plejádokban van, ugye a Plejádokban lévő Hold, januárban is ezt említettük, az gyakorlatilag mindenféle dolog megalkotásának, a szerelemnek, gyermeknemzésnek, teremtésnek, a biztonság megteremtésének. Tehát az ég egy adta világon mindennek kedvez. Tehát február 19-e Hold a Plejádokban a teremtés napja. Egész nap. És
nagyon-nagyon lényeges, említettük januárban, hogy retrográdba fordul ugye 30-án a Merkur, 21-én és 22-én pedig már direktbe fordul a Merkur. Tehát 21 és 22-én újból előre nézni, előre gondolkodni, jövőt tervezni, ugye mindez a geocentrikus nézőpontból, tehát a hétköznapok nézőpontjából. És most nézzük a magasabb üzeneteit a februárnak. Nézzük azt, hogy ha a napról nézzük a Földnek a helyzetét, mert ott nyilván a Földnek a helyzet az elsődleges, akkor mit láttunk? Nyolcadikán találkozik az oroszlán csillagkép fejénél a Merkur és a Föld. Ez a rálátó értelem, a világos értelem, a rálátó kommunikáció, eleve bármely dolog megbeszélésének, bármely dolog átgondolásának, bármely dologra való rálátásnak február 8-a magasan a legjobb. Aztán 16 és 22-e között a tejútról kap üzenetet, a tejútról kap energiákat a Föld, méghozzá a Mars részéről, mert az ikrek csillagkép lábánál, a rák második fokánál lévő Mars kerül kapcsolatba a Földdel, ami annyit jelent, hogy több erővel, több energiával fogunk tudni rendelkezni. Jobban tudjuk majd megoldani a dolgainkat. Eleve az, hogy megoldani dolgokat, bizonyos problémákat meghaladni, tovább lépni az életünkben, ennek leginkább 16-ától 22-ig kedvez az idő, mert egy nagyszerű Mars aspektus érkezik, ráadásul az Istenek útjáról, a tejútról. És végül hónap vége, és hogyha hónap vége, akkor Uránusz, ahogy erről már minden alkalommal ugye szót ejtünk. Február 26-a és március 2-a között az Uránusszal kerülünk egy emelő típusú kapcsolatba. Tehát 26-a és március 2-a között magasabb gondolatiság, magasabb szellemiség, illetőleg a korlátok meghaladása, a szabadság üzenetét és a szabadság lehetőségét hordozza ez az időszak. És menjünk is tovább, azt javaslom, nézzük meg a március hónapnak az üzeneteit. Nos, itt is először hétköznapi szempontból, tehát először a Föld nézőpontjából. Március 3-a és 6-a között a Merkur és a Vénusszal kerül kapcsolatba a vízöntő csillagképében és egyben zodiákus jelében is. Ez a különböző típusú kapcsolatainkban, és most nem csak a párkapcsolat, hanem mindenféle kapcsolatunkban, hogyha van valami megbeszélni való, van valami tisztázni való, akkor most. Március 3-a és 6-a között, de lehet, hogy ezt már februárban megtettük, ezért ekkor ez az aspektus a termékeny gondolkodásnak is kedvez. A létrehozó, alkotó gondolkodásnak. Mert gondolom, hogy addigra már mindenkivel megbeszéltünk minden lényeges dolgot. Tehát március 3-a és 6-a az a kreatív, alkotó, termékeny gondolkodás. Egészen, és a vízöntő csillagképében, hát ez nagyszerű helyzet ez erre. 8-a és 12-e közötti időszak az kifejezetten a mágia, a spiritualitás, a meditáció, az elvonulás ideje, mert ekkor a nap a Neptunnal kerül együttállásba, és ez egy lehetőséget ad arra is, hogy a lelkünk, tehát hangsúlyozom, itt a lelkünk, de a lelkünknek a mélységei, tehát a lelkünk mélységeire való rálátása, a lelkünk mélységeinek az átvilágítása, megvilágítása, ennek jön el az ideje 8 és 12-e között, például a meditációnak a segítségével. Aztán 13-án, és a 13-a talán a legkiemeltebb nap márciusban, 13-a és 14-e, de leginkább 13-a, mert ekkor van új hold, de nem csak új hold van, tehát nap-hold együttállás, hanem a nap és a hold együttáll a Vénusszal és a Neptunusszal is. És ez a Vénusz-Neptun nap-hold nagy együttállás, ez egyébként már a halak csillagképében jön létre, méghozzá a visszaúszó halnál, mert a halaknak van egy fölfelé, meg van egy tejútra úszó hala, meg egy visszatérő hala. Na most ez a nagy együttállás a visszaúszó halnál van. A visszaúszó hal szimbolizálja azt a lelket, aki tudja, hogy miért inkarnálódik vissza. Tehát, hogy tudom, hogy azért jövök vissza, hogy. Tehát ez a március 13-a, de 14-e is segít annak a tudatosításába, hogy valójában
mi is a dolgom ebben az életben? Miért is jöttem ide erre az életre? Miért is születtem le ide? Miért ők a szüleim? Miért ebbe az országba születtem? Miért ez a foglalkozásom? Így van, miért ez a családom, így a gyerekem? Van, így van. Tehát, hogy miért az az érdeklődési köröm? Miért van ebben sikerem? Miért nincs abban sikerem? Tehát ezek mind-mind nem véletlenek. Tehát ezen dolgok tudatosításának kedvez 13-a, 14-e, de még 15-e is. Még a nemzeti ünnep is, segíti ugye ezt a felismerést, és aztán a tavaszi napfordulat az március 20-án következik be, ugye ekkor éri el a nap az égi egyenlítőt, a kos nulladik fokát, tehát március 20-án érdemes előre tekinteni, és új irányokba elindulni. Még akkor is, hogyha az az új irány mondjuk nem más, mint mondjuk egy minimális változtatás az étrendbe, az életmódba, de mindenféleképpen 20-án valami új dologba érdemes belekezdeni. És aztán 20-ától április 3-áig gyakorlatilag együtt vonul a nap és a Vénusz. Csodálatos az a helyzet. Tehát nap-Vénusz együttállás van, de itt nem jó az a szó, hogy együttállás, mert nem állnak, hanem együtt vonulnak az égen a nap és a Vénusz. Egészen fantasztikus, ami adja a lehetőséget annak, hogy gyakorlatilag az életünkben bármiről legyen is szó, azt harmonizálni, azt szebbé tenni. Rálátás a kapcsolatainkra, ennek nagyon-nagyon kedvez ez az időszak. Tehát, hogy hihetetlen jó helyzet arra, hogy mind szebbé, harmonikusabbá tegyük az életünket, mind pedig termékenyebbek legyünk, mert ne feledjük, hogy a nap az a létrehozó cselekvő énünket, a Vénusz pedig a termékeny energiákat szimbolizálja. Tehát cselekvés és termékenység együtt. Tehát a létrehozásokban, a harmonikus létrehozásokban tudunk igazán jól működni, 20-a és 3-a között kiemelten. És a hónap utolsó napjai, 29-e, 30-e és 31-e, ekkor a Merkur és a Neptun találkozik a halak csillagzatában. Ez a mély lelki kommunikációnak kedvez. Nagyon-nagyon jó a Merkur-Neptun együttállás, mert a Merkur az beavatás is, a Neptun a spiritualitás és mély lélek. Tehát a meditációkban, spirituális gyakorlatokban, legyen az egy csikung gyakorlat, légző gyakorlat, érdemes a belső hangra, a belső jelzésekre odafigyelni, mert Merkur-Neptun együttállásnál a belül lévő beavatásokban, tanításokban részesülünk. Ugyanakkor hétköznapi szinten egy Merkur-Neptun együttállás remek lehetőség a lelki dolgok megbeszélésére. Hangsúlyozom, mind kívül, mind belül. Tehát önmagunkkal őszintén elbeszélgetni mély lelki kérdésekről, ugyanúgy, mint a társainkkal elbeszélgetni mély lelki kérdéseket érintő dolgokról. Ennek jön el az ideje március végén, 29-én, 30-én és 31-én. És végül nézzük meg ennek a hónapnak a fény, az isteni üzeneteit is, tehát amikor már a napról nézzük az égitesteknek a helyzetét, nézzük, hogy hát engedjétek meg, hogy így fogalmazzak, hogy az Isten hogy látja. És hát azért mégiscsak az az igazán lényeges, hogy ő hogy látja ezt a hónapot. Nos, március 1-én a Merkurral kerül kapcsolatba a Föld. Ugye, mert itt a Földnek, tehát hogy a nap hol látja a Földet, és hogy kivel kerül kapcsolatba a Föld, mely bolygókkal. Nos, március 1-én a Merkurral, ami annyit jelent, hogy kommunikáció. Megbeszélni kívül-belül, nagyon-nagyon sokat beszélünk erről, de hát mivel a Merkur az egy gyors mozgású égitest, így az ő üzenetével gyakran találkozunk, vagyis nem véletlen az, hogy sokszor jelenik meg az életünkben az, hogy megbeszélni, megérteni, megértetni kívül-belül a dolgokat, és hát ugye rengeteg minden tud történni az emberrel, akár egy-két nap alatt is, tehát bőven van mit megérteni, megbeszélni. Nos, március 1-e, és március 7-e erről szól, mert 1-én is és 7-én is a Föld a Merkurral kerül kapcsolatba.
Tehát megbeszélni kívül belül, és nagyon érdekes, mert március 1-én még a Merkur az angyal csillagaiból küldi az üzeneteit, tehát március 1-e az angyal kommunikációnak kedvez, viszont március 7-én már a mérleg csillagkép jövő serpenyőjéből lép ki a Merkur, vagyis március 7-e már sokkal inkább a jövő tervezésnek, a jövő átgondolásának kedvez. Aztán március 9-e, 10-e és 11-e, elnézést, hogy így hadarok, de hát annyi minden igen, mondani valóm van, és az idő meg sajnos eléggé szűkös, de azért mindenféleképpen el kell, hogy mondjam a lényeget. 9-e, 10-e és 11-e neptuni kapcsolat. Neptuni inspirációban van a Föld, ami annyit jelent, hogy ez az időszak 9, 10, 11 kedvez az elvonulásnak, belső figyelemnek, mély meditációnak, illetőleg az álmainkban kapott üzenetek átgondolásának, de itt az álmok alatt leginkább az éjszaka közepén, tehát nem a hajnali, hanem az alvásidő közepén kapott álmokra gondolok elsősorban. Aztán 14-e, 15-e, 16-a az emelésnek és az emelkedésnek kedvez, mert egyfelől a Marssal kerülünk kapcsolatba ezen a három napon. A Mars az mindig az emelő erő. Tehát én mindig is mondom a tanítványaimnak, hogy a Marsnál ne az legyen az első, ami az eszünkbe jut, hogy harc, küzdelem. Szoktam mondani, hogy itt is nyitócsenyhára show enough. Ilyen szó összetétellel, hogy ez nem igazán jó, hogy a Mars a küzdelem, mert a Mars az az emelő erő. Tehát a Mars az dominánsan az emelő erő, vagyis ez annyit jelent, hogy március 14, 15, 16-án emelni, jobbá tudjuk tenni az életünket mindenféle szinten, illetőleg ebben az időszakban a Plutóval is kapcsolatba kerülünk, ráadásul a Plutóval is emelő fényszögbe, tehát ez a 14, 15, 16 abszolút emelés, de a Plutó okán 14, 15, 16, amennyiben ez szükséges, a radikális változtatás. 17-e és 18-a. 17-e és 18-a megint csak a kommunikáció, nem részletezem, mert már nagyon sokat beszéltünk róla, megértés, megértetés kívül és belül. Az a 17-én és 18-án. És végül 25-én és 28-án a Szaturnusszal és a Vénusszal kerülünk kapcsolatba. A Szaturnusznál kifejezetten az emlékezést kell kiemelni, tehát a múlt bölcsességeinek, a múlt tapasztalásai, tehát 25, 26, 27, 28, ekkor érdemes az ősökkel foglalkozni, az ősök bölcsességét átgondolni, és bizony-bizony alkalmazni a hétköznapokba, tehát 25 és 28-a között, valamint ebben érdekes, az... Érdekes, hogy pont Gyümölcsöltő Boldogasszony napja utáni időszak. Hát nézd, Tibor, ezek véletlen. Nyilvánvaló, ezek véletlen összefüggések, véletlen egybeesések. De hát ugye ez az, ami nincs, tehát véletlen az, ami nincs. És végül kivételesen nem az Uránusz, hanem a március hónap a Vénusz üzenetével fejeződik be. Hát ez megint egy csodálatos üzenet. Ugye 25-től 28-áig Vénusz, ugye nagyon-nagyon érdekes ez, mert a hétköznapok üzenetében is az utolsó napok a Vénuszhoz kapcsolódnak, és a fényközpontú, tehát ha a napról nézzük, ott is a Vénusszal fejeződik be a hónap, vagyis harmonizálni, szebbé tenni, termékenység, szerelem, művészetek, harmonizálás. Tehát minden dolog harmonizálásának 25-től 28-áig ugye a magasabb szempontok szerint is eljön az ideje. Tehát ez a március hónap, ez tényleg a csodák és a varázslatok hava. És gyönyörű lehetőségeket tavasz, hordoz. Ott kezdődik ugye. Így van, így van, és ugye március 20-ával már kezdődik is a tavasz. Így van. Csodálatos. És hát sajnos megint a műsoridő végéhez érünk lassan. Van-e benned olyan gondolat vagy üzenet, amit így a képernyőn keresztül röviden üzennél a nézőknek ebben kapcsolatban? Hát, hát rengeteg van, mert hát rengeteg minden történik ebben a hónapban. Én nem is a kifejezetten a bolygókhoz kapcsolódóan, hanem inkább technikailag. Én azt mondom a nézőknek, hogy érdemes
ezeket kiedzetelni, beírni a naptárba, és nem, tehát nem kell ezt parancsolatként követni, mert a belső megérzésünkre nyugodtan hallgassunk. De amikor úgy érzékeljük, például 17-én, 18-án, hogy na akkor most fogom megbeszélni anyósommal azt, hogy vagy X-el, Y-nal, bárkivel, akkor tegyük meg. Tehát, hogy érdemes ezeket kiedzetelni, a naptárunkba beírni, vagy a telefonunkba beírni, és amikor éppen úgy érezzük, hogy na abban az időszakban tényleg akkor azt fogom csinálni, a csillagok járásának megfelelően, ugye amint fent, úgy lent fogom intézni a dolgaimat, akkor érdemes úgy intézni ezeket a dolgokat. És hát látni fogják, mint ahogy eddig is már ugye számtalan esetben ezt megtapasztalhatták, meg is tapasztalták, hála a visszajelzéseknek, hogy valóban megoldásokat és emeléseket hoz, ugye az ezzel a tudattal való együttélés. Tehát tulajdonképpen a csillagokkal, a bolygókkal való együttműködés, az mindig a fény, mindig az emelkedés felé vezeti az ember útját. És ez azt hiszem, hogy végszónak is tökéletes. Nagyon szépen köszönöm neked, hogy én köszönöm a lehetőséget. Újra továbbadtuk, és természetesen folytatni fogjuk az április, május, június, illetve az egész éves csillagüzenetekkel. De most ennyire volt időnk, köszönjük szépen a megtisztelő figyelmüket a kedves nézőknek, fontos, hogy figyelemmel kísérjék ezeket a csillagüzeneteket, sokat segíthetnek az életükben, de nem oldják meg helyettünk, csak segítenek jó időben a megoldásokat megtalálni és a megfelelő megoldásokat. Dicsőség az őseinknek, szép és gazdag jövőt az utódainknak, viszontlátásra!